Jó napot kívánok, kedves nézőink és hallgatóink! Az Olvasókörnek a mai műsorában egy új belső sorozatot indítunk. Ugye az előzőnek az volt a címe, hogy a Biblia emberei. Ennek a sorozatnak, amely három részből fog állni, az a címe, hogy a Helyzet műhely. A Helyzet műhely alapítója Gerőcs Tamás, tudományos kutató a mai vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Gerőcs Tamás tudományos kutatóként közgazdasággal és szociológiával foglalkozott, a Helyzet műhely alapító tagja. A Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet tudományos munkatársa, mégpedig külsős munkaviszonyban dolgozik. A Budapesti Corvinus Egyetem doktorandusz jelöltje és a Binghamtoni Egyetem doktorandusza. Kedves Gerőcs Tamás, mondana néhány szót önmagáról, hogy jutott el odáig, hogy tudományos kutató legyen? Csak röviden, ugye mi nem bulvár vagyunk, hanem normális, tehát amit nem akar megosztani a nyilvánossága, azt nem kell. Igen, hát ez jó kérdés. Talán azt válaszolnám rá így első kézből, hogy ez így önmagában nem volt célom. Tehát ugye az, hogy akadémián, meg az egyetemen dolgozok, ez bizonyos szempontból egy infrastruktúra, nem azért vagyok ott, mert ott akartam lenni. Sokkal inkább a téma vonzott, meg az a terület, amivel foglalkozom. És hát bevallom, ezzel a területtel, majd nyilván beszélgetünk róla, több formában is foglalkoztam, tehát az egyetem alatt például én is dolgoztam újságíróként. Talán így kezdtem el először ismerkedni ilyen gazdasági kérdésekkel, és hát ahogy egyre inkább elmélyültem a témában, úgy adta magát, hogy ebben az intézményi környezetben folytassam a munkát, de egy önmagában az, hogy tudományos munkatárs legyek, ez így nem volt célom. Tehát akkor ez egy eszköz, egy lehetőség, hogy a karrierjét építse. Így van, abszolút egy eszközként tekintek rá, és a téma az, ami vonz. És aztán ki tudja, lehet, hogy majd a jövőben más formába fogok ezzel foglalkozni. Nemrég készítettem riportot a Világgazdasági Kutatóintézetnek a volt főigazgatójával, tehát némi fogalma nekem is, meg a nézőknek is van arról, hogy akkor ön hol külsős munkatárs. Ezen az intézeten belül 10 éve alakult meg a Helyzet műhely, amely kvázi civil szervezetként is működik. Mik voltak a Helyzet műhely céljai az alakuláskor? De talán elsőre azt kellene megkérdezni mégis, hogy mit jelent az, hogy Helyzet műhely? Igen, hát talán azzal kezdeném, hogy ez nem az intézeten belül alakult, ez egy civil szervezet. Igazából nincs formális kapcsolata semmilyen hivatalos akadémiai intézménnyel, egyetemmel. Ez részben az alapítóknak már céljuk volt, hogy úgy foglalkozzunk bizonyos értelemben tudományos kérdésekkel, vagy mondjuk így, hogy nagy átfogó társadalmi-történeti kérdésekkel, hogy függetlenként, mint egyfajta független vállalkozóként, csak hát persze ez nem vállalkozói piac, hanem tudományos piac, de hogy függetlenek legyünk a nagyobb intézményektől. Ennek megvannak az oka, hogy ezt miért akartuk így. Többek között, hogy ezek az intézményi logikát ne befolyásolják azt, ahogy mi a témával foglalkozni szeretnénk. Tehát ez nem része az intézetnek, semmelyik másik akadémiai intézetnek. Hát pont 10 éve alakultunk meg, ugye sokat magunkkal alapítottuk a helyzetműhelyt. Hát volt egy ilyen körkörös névválasztási kutakodás, tehát ez nem volt teljesen egyértelmű, hogy mi lesz a nevünk. Korábbi csoportok, ilyen fiatal kutatókból álló csoportok nevei is fölmerültek. Az egyik ilyen név, ha jól emlékszem, a Balpop lett volna, de azt már egy másik szervezet lefoglalta. Végülis azért lyukadtunk ki a helyzetműhelynél, mert elég általánosan
világít rá arra a kérdésre, vagy arra a problémára, amire így, amivel mi is így azóta is foglalkozunk, nevezetesen, hogy hát mi is a helyzet ma Magyarországon főleg, de részben Kelet-Európában és a világban. És azt hiszem ez volt a fő motivációnk, hogy akkor, tehát 10 évvel ezelőtt fiatal kutatóként, egyetemistaként, diákként vagy tanárként legtöbbünk elégedetlen volt azokkal a narratívákkal, ideológiákkal, amelyek megpróbálták megmagyarázni a Magyarországon éppen zajló eseményeket. Tehát ugye ez 2010 köré vezet vissza, tehát az akkori eseményekre kell gondolni, ugye egy korábbi rendszer talán, vagy egyfajta politikai berendezkedés az válságba jutott, összeroppant, egy nagy világgazdasági válság, kellős közepén voltunk, és hát ugye Magyarországon beindult egy új szerű politikai berendezkedés kiépülése. Tehát ez volt az a kérdéscsomag, amire szerettünk volna valamilyen más megvilágításból válaszolni, kérdéseket föltenni, megérteni, mert egyszerűen úgy éreztük, hogy amit erről akkor elmondtak a akkori tudományban, médiában, úgymond a véleményvezérek, azok számunkra nem voltak kielégítőek, vagy mert csak részletkérdésekkel foglalkoztak, félrevezető válaszokat adtak, vagy mert magának a érzékelhető problémának a részei voltak, tehát újra termelték a problémát. Úgyhogy elkezdtünk így közösen leülni, mindenféle különböző disziplináris háttérből jövőtek fiatal kutatók, földrajzosok, szociológusok, antropológusok, közgazdászok, egyéb szakterületről jövő kollégáim, barátaim, és hát azt mondhatom, hogy nem teljesen a semmiből, tehát a meglévő ilyen tudományos eszköztár átformálásával, hát kialakítottunk egy módszertant, amit mi világrendszer elméletnek hívunk, de mondom, ezt nem mi találtuk ki, tehát ez az 1970-es évektől a nyugati szociológiában egy viszonylag bevett módszertannak számít, inkább csak a hazai történeti körülményekre kellett átadaptálnunk. Na mindegy, tehát ezzel a világrendszer elmélettel próbáltuk, és próbáljuk azóta is, hát egy ilyen más megvilágításba helyezni a helyzetet, vagyis a magyarországi társadalom történeti folyamatokat. Értem. Bacsó Péter Tanú című filmjéből már tudjuk, hogy helyzet mindig van, sőt a nemzetközi helyzet mindig fokozódik, tehát megértettük, hogy a mindenkori helyzetet elemzik. Mondana nekem néhány szót arról, hogy mi ez a világrendszer, amit módszertanként kidolgoztak maguknak, vagy átvettek, adaptáltak? Igen, hát ez valójában egy ilyen viszonylag evidens történeti módszer, mégis furcsa mód a kelet-európai társadalom történeti elemzésekből nagyjából hiányzik, vagy hát nagyon elvétve voltak emberek, akik erre hivatkoztak, vagy megpróbálták alkalmazni. Ez az egyszerűsége abban ragadható meg, hogy egyfelől egy ilyen nagy történeti keretben nézi a társadalmi folyamatokat, tehát ha mondjuk tegyük valaki a 2010 utáni politikai eseményekkel akar foglalkozni, vagy éppen a 1989-es rendszerváltással akar foglalkozni, akkor nem ilyen egy-egy évre, vagy egy leszűkített évtizedre helyezi a fókuszát, hanem megpróbálja egy ilyen nagy történeti keretbe vizsgálni, akár ez évszázadokig is kinyitható keretet jelent, ez az adott kérdés kapcsán dől el mindig, hogy pontosan hol van ez a történeti perspektíva, amiben az adott kérdést érdemes megvizsgálni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy globális keretként használjuk, tehát nem úgy tekintünk egy társadalomra, vagy egy államra, ami így önmagában van, mint egy ilyen konténer, így független a körülötte lévő országok, térségek, társadalmak folyamataitól, hanem egyfajta kölcsönös összefüggésben fejlődnek ezek a társadalmak a nagy történeti folyamatokba. És bizonyos szempontból a helyi események, hát nem lehet megérteni a globális összefüggéseken kívül, vagy azoknak a figyelembevételén kívül. Tehát alapvetően egy globális történeti perspektíváról van szó, és hát ez végül is egy szociológiai elmélet, tehát itt társadalmi folyamatokat vizsgálunk, ennyiben is kicsit más, mint
a legtöbb, mint ilyen politikatudományi vagy közgazdasági elmélet, tehát nálunk ugye nem azok a tipikus szereplők, aktorok jelennek meg, mint mondjuk a politikatudományban, nem igazán egyéneket vizsgálunk, nem vállalati fókuszú, bizonyos szempontból azt mondom, hogy nem is államfókuszú, hanem hát ilyen különböző társadalmi osztályok, társadalmi csoportok kialakulását, államhoz fűződő kapcsolatait, a nemzetközi munkamegosztásba való beágyazódását nézzük. Tehát bizonyos szempontból azt mondanám, hogy ez egy ilyen osztályelemzés, majd tudom, hogy a későbbi adásokban lesz olyan kollégám, helyzetműnek tagja, aki kifejezetten ezzel az osztályaspektussal is foglalkozik. Ön ugye külsős munkatársa a Világgazdasági Kutatóintézetnek, amelynek én az, nem mondom, hogy részleteiben ismerem a munkásságokat, de a megközelítésüket nem idegen, amit ön mond. Sinotai András, aki nemrég volt a vendégem, ő is erre hívta fel a figyelmet, hogy önmagában Magyarország szituációja értelmezhetetlen a környező világ nélkül. Azonban mégis akkor ehhez képest mi az a differencia specifika, ami megkülönbözteti önöket a Világgazdasági Kutatóintézettől? Hát, mint említettem, az első és egyik legfontosabb különbség, hogy mi nem egy ilyen formális akadémiai intézet vagyunk, hanem ez egy civil összefogás. Tehát mi nem költségvetésből, nem projektpénzből élünk, nem kell a pályázati logikáknak megfelelnünk, és nem is vagyunk közvetlenül azoknak a intézményi tudományos elvárásoknak kitéve, mint a Világgazdasági Kutatóintézet. És ez fontos hangsúlyozni, mert mi tényleg függetlenek vagyunk, tehát mi nem ebből élünk, ez egy társadalmi munkába születő közösség, illetve a produktumaink társadalmi munkába születnek, elég komoly civil áldozatot vállalunk, hogy úgymond a szabadidőnkből allokáljunk erőforrásokat, időt arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk, és természetesen a hatást sem akadémiai hatásként értelmezzük, hanem bizonyos értelemben azt hiszem, azt mondhatom, hogy ez egy inkább társadalompolitikai céljaink vannak, hangsúlyozom, ezek társadalompolitikaiak, nem pártpolitikára kell gondolni, nem készülünk választásokra, ez nem egy párt, de ilyen oktató funkció, fiatalokkal való párbeszéd, civil szervezetekkel való párbeszéd, tehát egy ilyen közösségépítés kapcsolatos funkciót lát el ez a szervezet, amit egy akadémiai intézet egyáltalán nem lát el. Hát a disziplinárisan... Egy kicsit meglep, amit mond erről a társadalmi munka ügyről, mert nagyon sok önkéntest ismerek, aki az egészségügyben, a kultúrában önkéntesként dolgozik, de azért ez egy unikum, hogy tudományos műveket is lehet önkéntesként alkotni. Van azért ilyen, Magyarországon is szerintem vannak emberek, akik nem csak az akadémián belül termelnek tudományos produktumot, meg hát a környező országokban, tehát elég jó kapcsolatrendszerünk van más ilyen hasonló szervezettel, főleg a kelet-európai régióban, de nem csak kizárólag. Hát ez azért van így, meg ez azért fontos, nem tudom egyébként most ezt mennyire unikumként tekinthetjük, mert hogy ez egy ilyen fordítói munka. Tehát ugye a tudomány az nem szabad, hogy egy elefántcsont torony legyen, mint a saját életpályám kapcsán már említettem, tehát ez egy infrastruktúra, egy eszközrendszer, aminek segítségével végülis ezek a kutatók időt nyernek, meg támogatást kapnak valakitől, az államtól arra, hogy bizonyos kérdésekkel foglalkozzanak. De ez jellemzően nem, vagy nehezen elérhető a szélesebb publikum számára. Tehát végülis a mi missziónknak ez fontos része, hogy ezeket a most idézőjelben tudományos megállapításokat úgy tudjuk leírni, úgy tudjuk elmondani, bevinni egy silabusba, hogy ahhoz nem is kell mondjuk értelmiségi háttérrel rendelkezni, hogy ez érthetővé váljon. Ugye innen jött ez az eredeti elnevezés, ez a bal pop, ez a populáris tudomány, kicsit talán így lehetne megfogalmazni, ami nem a tudóstársaknak, meg a tudományos közösségnek szól, hanem a szélesebb publikumnak. És szerintem ez minden kutatónak a feladata, tehát ez én most nem akarok ilyen
túlságosan normatív megjegyzéseket tenni, de hát aki teljesen bezárulkozik a tudományos elefántcsontoronyba, és csak a projektjeinek írja a műveit, amit aztán más nem olvas, vagy csak a legszűkebben vett szakmai közeg olvassa, én azt egy zsákutcának tekintem, legalábbis ami a tudományos hatás szempontjából releváns. De ahogy önt elhallgatom, akkor ön nem csak közgazdasági és szociológiai kérdésekkel foglalkozik, hanem, és ezt én mondom, ön mint egy tudományszervezőként is működik, és emellett ilyen ismeretterjesztő céljai is vannak. Jó, nézzük akkor a konkrét témát, amivel önök foglalkoznak. Ez a kapitalista világrendszer. Igen, hát ez inkább a nagy történeti kerete, tehát onnan folytatnám, hogy egy módszer dolgoztunk ki, tehát amivel foglalkozunk, az egyfelől ilyen elméleti módszertani, hogy hogyan nézzünk kérdéseket, mik azok a fontos támpontok, amik alapján új összefüggéseket lehet felállítani, hogy másfajta megvilágításban lehet az ilyen történelmi összefüggéseket vizsgálni, és hát igen, ez a világrendszer elmélet, de ugye ez mit jelent? Tehát mégis itt ez nem csak egy elméletről van szó, hanem aztán tényleg konkrét történeti viszonyokról, sőt ez a máig kinyúló aktuális folyamatok. Tehát itt valóban a kapitalizmus, az talán elmondhatom, hogy egy ilyen kulcsfogalom, tehát azt mondhatjuk, hogy egy olyan globális társadalmi berendezkedésben élünk, amit kapitalizmusnak lehet nevezni, ez egy hosszú történeti folyamat alapján alakult ki, számos transformáción esett át, különböző történeti korszakai azonosíthatóak be, most is egy meghatározott történeti korszakában élünk. Zárójel bejegyzem meg a mi egyik, azt mondanám, hozzáadott értékünk tudományos értelemben is a 20. századi magyar társadalmi történeti folyamatokkal foglalkozó irodalomhoz, hogy elég erősen erre a kapitalista korszakra helyezzük hangsúlyt. Tehát azt próbáljuk bemutatni, hogy azok az összefüggések, amiket egyébként föltártak mások is, meg más szempontból meg vannak vizsgálva, mondjuk tegyen politikatudományban vagy szociológiában, azokat hogyan lehet ilyen globális korszakolás szerint is beazonosítani, és milyen olyan globális folyamatok alakultak ki mondjuk a II. Világháború követően, az 1970-es évek nagy válságai után, amelyek meghatározták ezeket a belső társadalmi folyamatokat. Szóval végülis itt a kapitalizmus az egy nagyon fontos történeti kerete lesz a mi elemzésünknek. Bele lehet menni egyébként, hogy mit értünk kapitalizmus alatt, ezt csak jelezném, hogy ez egy elég absztrakt fogalom, és ezzel végülis a tudománytörténet bárki szívesen dobálózhat, de mindenki kicsit mást ért alatta. Tehát mi is egy nagyon meghatározott definícióval rendelkezünk. Ugye a mi módszertanunkban ez egy nagyon, nagyon konkrét fogalom, mivel más nem biztos, hogy egyetért. De igen, tehát hogy itt fontos látni, hogy mi a kapitalizmus nagy történeti folyamatainak a részeként alakítjuk a saját berendezkedésünket. Hogy az átfogó fogalommagyarázatról egy kicsit a konkrétumok felé menjünk, három cikkét is szeretném megemlíteni. Az egyik a német járműipar globális terjeszkedésének hatása a kelet-közép-európai felzárkózásra, amely a külügyi szemlében jelent meg. A nemzeti együttműködés rendszere az Európai Unióban Magyarország integrációjáról. Ez egy történeti szociológiai megközelítés, amely az eszméletben jelent meg. A Magyarország az európai munkamegosztásban a termelés áthelyezése a globális járműipari értékláncban, ez a fordulatban került publikálásra. Most én nem mondom, hogy elmélyedtem teljes egészében az ön munkásságába, de részint, amit az előbb elmondott, az átfogó kapitalista történeti keretről, és ezekben a cikkekben is, mintha marxi terminológiák jelennének meg. Tévedek ebből? Hát most ilyen eldöntendő kérdésként lehet föltéve, úgyhogy akkor rövid válaszom, hogy nem téved, vagyis igen. Ez a világrendszer elmélet, mint szociológia, ez egy
az ilyen nagyobb, ilyen kritikai politikai gazdaságtani megközelítésnek egy ilyen alágat, azt lehet mondani. Megvan a tudománytörténet, hogy ez honnan jön, és igen, alapvetően ez egy kritikai társadalomtudomány, ami én azt gondolom, hogy abban megkerülhetetlen a marxi politikai gazdaságtan fogalomrendszer, fogalmi keretei, ez hivatkozva is van, tehát bizonyos szempontból ez egy ilyen polgazdos terminológia, amit mi használunk, és ez nagyban Marxhoz nyúlik vissza, illetve a különböző ilyen marxista, új marxista történeti iskolák használják még ezt, részben tőlük vettük át mi is. A rendszerváltás, tehát 1989 óta eléggé, hogy mondjam, politikai értelemben közutálatnak örvend Marx, és hát ezeket ugye nagyon nehéz átfordítani békésebb nyelvezetekre. Önök mégis vállalják ezt a konfliktust, vagy ez csak a, nem tudom, a white fülűek, a white szemüveknek tűnik fel ez a terminológia? Én nem tudom egyébként, hogy itt van-e az a fajta konfliktus, amire rákérdez, tehát a széles publikum számára szerintem ez nem ennyire érzékenyek a tudományos terminológiára az emberek, ez a politikán belül, meg bizonyos szempontból a tudománypolitikán belül válik ideológiai kérdésé, ott nagyon kell erre figyelni, hogy mit hogyan fogalmazzunk meg, hogy hogyan ne fogalmazzunk meg. Egy ilyen szélesebb, populáris, oktatói misszió keretében ezek a fogalmak egyébként nagyon jól alkalmazhatók és nagyon jól átfordíthatóak. Nem kell ilyen dogmatikus ideológia nyelvezetre gondolni, tehát a Marx nem vétét neki se kell mondani ahhoz, hogy valaki a marxi módszertant, a történeti materialista módszertant használja. És részben ez magyarázza, hogy miért civil kutatóként működünk, és miért nem elsősorban az akadémián belül gondolkodunk, mert amire ön rákérdeztet, ennyiben jogos, hogyha ezt egy ilyen tudományos akadémia valamelyik intézetében jelenleg ma valaki marxista terminológiával próbálna szövegeket írni, hát nagyon könnyen az utcán találja magát, hogy más nem mondjak. Tehát nem alkalmas a tudományos intézmények, az egyetem nem alkalmas arra. Nem véletlenül nem alkalmas, tehát bizonyos szempontból a mi érdeklődésünknek ez is tárgya, hogy vajon miért alakult ez így ki, hogy átpolitizálódott ideológiai tétek kerültek rá bizonyos terminusokra, bizonyos megközelítésekre, és mi független kutatóként ezt nem akarjuk ezt a terhet cipelni, tehát mi nem azért vagyunk, azért használunk marxista terminológiát, mert önmagában marxisták lennénk, vagy mert mi nekünk ideológiai vonzalmunk van ez iránt, hanem mert bizonyos kérdéseket úgy látjuk, hogy ebből a megvilágításból lehet jobban megválaszolni, hogy lehet rákérdezni azokra a folyamatokra, amik például a nagy narratívákra is vonatkoznak, tehát hogy miért nem beszélnek nagy történeti távban mondjuk a rendszerváltásról. És akkor még azt mondanám meg, hogy mivel ez egy szélesebb ilyen a misszión között egy ilyen népi kollégium alapítása is szerepelt, ezt konkrétan így nem sikerült még intézményesítenünk, de hogy a célok ott egyértelműek, tehát fiatal értelmiségiekhez, vagy nem értelmiségi diákokhoz akarunk szólni, hogy értsék azt a társadalmi kontextust, amiben élünk, élnek. És itt elég pozitív tapasztalataink vannak, tehát az alapvető élményünk ilyen különböző oktatási fórumok, meg tréningek kapcsán az, hogy az emberek egyébként most csúnya szót fogok használni, de ki vannak éhezve a másfajta megközelítésre. Tehát igazából ami a tévéből jön, meg amilyen ilyen előre legyártott mondásokat hallanak, kapnak magyarázatként azokra a válságokra, amikben élnek, legyenek ezek gazdasági válságok, egyéb társadalmi, morális, reprodukciós, mindenféle válságot fel lehet sorolni, amiben ma a magyar társadalom legtöbb tagja találja magát. Tehát ezek a előre legyártott válaszok, ezek nem kielégítőek, és hogyha valaki jön és megpróbálja egy ilyen sokkal szélesebb összefüggésrendszerbe helyezni azt a helyzetet, hogy miért az történik, ami van, és hogyan keressük a kiutat ebből. Erre meglepően nyitott az emberek igazából.
Hogyan értelmezzük akkor a rendszerváltást és a jelenlegi másik rendszert, a NER, a Nemzeti Együttműködés rendszerét ma Magyarországon, melyek azok a megközelítési kulcsfogalmak, amelyekkel leírható ez a két politikai, és nyugodtan mondhatjuk, társadalmi fordulat? Hát igen, ez volt egyébként a nyitó kérdésünk 2010 táján, és rögtön egy alkérdés született ebből, aminek a megválaszolásával hát nagy vitát generáltunk magunk körül, de ez egy produktív vita volt, és azt hiszem megerősödött az álláspontunk. Ez az alkérdés arra vonatkozott, hogy jó, de mi volt a 89 előtti rendszer, tehát amit államszocializmusnak hívunk, Magyarországon, hát végülis a szovjet csapatok bevonulásával kezdődött, 49-re épült ki, és nagyjából 89-ig tartott, azt hova rakjuk, az mi volt, az egy milyen fajta rendszer volt. Ennek a vizsgálata nélkül igazából nem is lehet szinte semmit mondani a 89 utáni folyamatokra. Ennek ellenére sokan mondanak sok mindent a 89 utáni folyamatokra, és a legtöbb ezzel foglalkozó elmélet ugye egy ilyen tiszta lappal indulásként értelmezést, hogy volt egy előző rendszer, az így véget ért, valamiért lebomlott, leállították, és akkor kezdődött egy új rendszer 89-el. Na most mi ezzel vitatkozunk, tehát itt igazából az derül ki, hogy ami 89 után történt Magyarországon, a 90-es években, vagy a 2000-es években, vagy 2010 után, ezeknek a előzménye, ezek így mind-mind vissza-vissza nyúlnak, 89 előttig visszanyúlnak, még nagyobb történeti perspektívában nyúlnak vissza, tehát itt nem volt az a fajta éles cezúra. Bizonyos szempontból persze komoly átalakulás volt, komoly politikai rendszerváltás történt, de ez nem így önmagában érdekes, hanem ezeknek a nagyobb folyamatoknak a részeként érthető. Meg bizonyos szempontból nem egy okozat volt, hanem egy maga is egy következménye volt ezeknek a folyamatoknak, mint a 89-es rendszerváltás. Tehát végülis igazából ez átvezetett ehhez a kérdéshez, hogy akkor a 89 előtti rendszerről mit tudunk elmondani. És hát nyilván rengeteg dolgok. Igen, ez nagyon fontos kérdés, mert néhány interjú alanyom már beszélt ezekről az összefüggésekről, akár Német Miklós volt miniszterelnököt tudom említeni, vagy Horváth Istvánt, a bonni nagykövetet, akik azt mondják, hogy a rendszerváltás kezdete az 1968, az új gazdasági mechanizmus nyitánya, majd annak elbukása. Tehát akkor most itt apró pénzre váltjuk ugye azt a ön által először kifejtett, vagy előzőekben kifejtett gondolatot, hogy történelmi léptékekben kell gondolkodni, és nem egy évszámhoz, vagy egy évforduló naphoz kötni a történelmi folyamatokat. Abszolút, és én értem, hogy az 1968 sem egy vízválasztó cezúra, tehát az is egy, ott is feltettek ezek a kérdések, hogy jó, de miért bukott el, kik voltak az aktorok, milyen vitatérben zajlott ez, mik voltak az előzményei, tehát ugye ez mindig visszavezet, tehát ilyen értelemben én nem szívesen fetisizálok így egy-egy évszámot. Mert politikusok mondták, tehát akkor így van, nekik tehát, kell a támpont. Az egy más logika. Tehát mi nagy történeti folyamatokban gondolkodunk. És akkor lehet, hogy a kérdésének a másik részére itt kitérnék, mert ez fontos, hogy végülis akkor mi az a kulcsfogalom, vagy mi az ilyen keret, amiben egy-egy ilyen folyamat így jól megfogható, mint elméleti keret, és aztán meg lehet nézni ennek a történeti változatait. És ezt mi talán úgy hívjuk ebben a világrendszerelemzési kereten belül, hogy ez is egy ilyen félperifériás függő fejlődés. Tehát be lehet azonosítani, hogy Magyarország ebben a nemzetközi rendszerben hol helyezkedik el, meg lehet nézni, hogy miért ott helyezkedik el, meg lehet nézni azokat az erőket, amik mentén mozog a rendszerrel. Egyébként meglepő mód ez elég statikus, tehát igazából ez mások is nagyon szépen az utóbbi időben bizonyították gazdag, empirikus, tudományos munkákkal, hogy Magyarország egy ilyen elég konstans, relatív helyzetben van a globális összefüggés rendszeren belül, mondjuk a Nyugat-Európához képesti távolsága, a perifériákhoz képesti relatív távolsága, ez meglepően nem változott az elmúlt 200 évben körülbelül. Tehát ezt mi egy félperifériás helyzetnek vagy pozíciónak hívjuk.
És hát az látszik, ez igazából közös innentől kezdve a legtöbb ilyen történeti korszakra, amit nézünk, mondjuk csak 1945 után. Tehát bizonyos szempontból mi az államszocializmus sem úgy tekintünk, mint egy más rendszer, amihez képest történt egy rendszerváltás és született egy új rendszer, hanem ez a globális kapitalizmus részeként egyfajta félperiféres függő fejlődési modell volt, nagyon jól összehasonlító más félperifériás adott esetben nem szocialista rendszerek modernizációs kísérleteivel, mint a latin-amerikai úgynevezett importhelyettesítő, iparosító, egyébként jobboldali diktatúrákkal. És igazából a válsága is nem csak egy ilyen immanens belső válság volt, hanem az egész rendszerben történt egy olyan átalakulás, ami a félperiféria és egyébként periféria egészét úgy érintette, hogy mondjuk az 1980-as években a legtöbb ország csődbe, vagy csődközeli helyzetbe jutott, Magyarország is IMF segítségre szorult. Például ezek nagyon fontos folyamatok voltak, mik megágyaztak aztán a politikai rendszerváltásnak. És később a 90-es éveket, majd a 2010 utáni éveket is ebben a keretben nézzük, tehát hogy egyfajta ilyen félperiférias függő fejlődési viszonyt látunk. Mindig ott van ez a kérdés, hogy ez mennyire egy ilyen determinizált csapdahelyzet, vagy mik azok az erők, amelyek akár a társadalom egészét, vagy a társadalom bizonyos csoportjait más irányba tolhatják el, mondjuk egy még durvább ilyen periferizáló marginalizációs pályára állíthatják, mondjuk a magyar munkásosztályt 90-es évek, vagy különösen az etnicizált szegmenseit, mondjuk a cigányságot milyen társadalmi viszonyok közé helyezte a rendszerváltás, illetve mennyire termelő, mik azok a folyamatok, azok az aktuális gazdasági, társadalmi, geopolitikai folyamatok az adott korszakban, amelyek egyébként megkülönböztethetőek más társadalmi történeti korszakoktól, de mégis ezeken keresztül ez a félperifériás viszony termelődik újra. És említett néhány cikkemet, ugye látható, hogy én például a járműiparral foglalkozom, tehát ez egy ilyen gazdasági összefüggés, ami elég aktuális, ez a mára vonatkozik, nyilván a 80-as évek előtt Magyarországon nem volt túl nagy járműgyártás, egyébként nyilván volt, mondjuk busz járműgyártás, vagy tehergép járműgyártás volt Magyarországon is, de az a kifejezett személygép, autó, ez a német nagymárka tulajdonos vállalatok, ezek 90-es években, vagy főleg a 2000-es években költöztek a Magyarországon, olyan globális folyamatoknak a részei, a nemzetközi munkamegosztásban zajló folyamatoknak vannak kitéve, aminek Magyarország semmilyen ráhatása nincs, vagy minimális köze van, hogy például a jármű, globális járműiparon belül milyen átalakulás zajlik, mégis egy csomó minden nálunk csapódik le, ezekben a gyárakban csapódik le, a magyar munkatörvénykönyvben csapódik le, számos más dolgot itt fel lehetne még sorolni. Tehát ilyen értelemben ezt mi megvizsgáljuk, hogy ezen keresztül akkor a 2000-es évek óta milyen típusú függőségi viszonyok alakulnak át a korábbiakhoz képest, és ezek mennyiben illeszkednek vagy nem illeszkednek ebbe a félperifériás történelmi örökségbe. Tehát ha végig tekintünk ezen a gondolatmeneten, amit ön mond, akkor az államszocializmus időszaka, majd a rendszerváltást követő demokratikus hatalommegosztás elvén felépülő politikai rendszerből szükségszerűen következik az is, hogy a NER, a Nemzeti Együttműködés rendszere 2010-ben létrejött? Mert mindegyiknek ez a félperifériális helyzet az alapja? Hát én itt máshogy fogalmaznék, tehát itt azért tényleg nem, mi is sem szeretjük a történelmi szükségszerűséget, mint hivatkozási alapot használni, tehát itt nem minden előre teljes mértékben determinált. Erre majd kitérek, hogy ez mit jelent, meg ez miért fontos, mert nyilván itt mi is párbeszédbe vagyunk más civilekkel, vagy fiatalokkal, akik aktívan alakítják a társadalmi viszonyainkat, és nyilván nem azt mondjuk nekik, hogy itt minden determinizálva van, hanem keressük azokat a réseket, folyamatokat, adott esetben rendszer ellenes, vagy a rendszer működését kihívó lehetőségeket, amik mentén alakíthatóak ezek a társadalmi folyamatok. Tehát nincs történelmi szükségszerűség, ezt azért aláhúznám. Másfelől igen, itt van egy érdekes vita, amiben mi megint máshogy álltunk bele, mint a legtöbb témával foglalkozó tudományos vagy akár politikai narratíva, és ez a NER-re vonatkozik, és hát nagyon egyszerűen erre én azt válaszolnám,
hogy valóban, tehát a NER az nem egy rendszeren kívüliség önmagában, és egyébként néha maga is szereti ezt hirdetni magáról, mint ami meghaladja Magyarország történelmi örökségeit. Most aztán végre fölzárkózunk, soha nem volt még ilyen szép évtizede a magyar történelmnek, mint a elmúlt. Tehát ismerjük ezeket a szlogeneket, ez mind ideológia persze. Tehát mi nem úgy tekintünk erre, mint akár mondjuk így, hogy jobb oldalon és bal oldalon is a véleményformálók, amik vagy azt mondják, hogy ez egy hiba, tehát itt jó, egy jó rendszerváltást így elszúrtak, és akkor megneveznek főleg egyéneket, politikusokat. Se nem azt mondjuk, amit azok a bizonyos politikusok mondanak, hogy nem, ez most itt eljött a Kánaán, hanem azt mondjuk, hogy kérem szépen valóban ez a rendszer, tehát egy félperifériás kapitalista fejlődési modell, az nagyjából így néz ki, ez nem egy hiba, hanem ez a kapitalizmus ebben a térségben, és ennyiben nyilván vannak történeti specifikumai a magyar modellnek, mondjuk így, ugye a hazatársami viszonyoknak, hiszen kicsit persze más fejlődési pályából jön, mint más ország, de alapvetően nagyon hasonló folyamatokat látunk megint csak a félperiféria többi térségében is. Tehát van egy összehasonlítási alap, ami megmutatja, hogy ez nem egy-egy ember, vagy egy-egy párt, vagy egy-egy vállalat fejéből pattant ki, hanem ez egy ilyen nagy összefüggésben alakult így. A lényeg, hogy amit mi mondunk, hogy ez nem egy hiba, vagy nem egy kívülállóság, vagy nem egy rendszerellenes jelenség, hanem valóban ez egy rendszer jelenség, amiben élünk, és éppen ezért kell a rendszer egészét jól megérteni ahhoz, hogy megértsük, hogy akkor miért is zajlik ez, illetve mik azok a folyamatok, amik esetleg változást hozhatnak, vagy segíthetnek. És ugye jellemzően mi tényleg nagyon nem politikai mozgalom vagyunk, tehát mi nem gondoljuk azt, hogy ha most egy pártot alapítanánk, és a parlamentbe szeretnénk menni, akkor lehetne jobbítani a helyzetet, tehát ez az valójában egy ilyen rendszerkooptációként gondoljuk el. Sokkal inkább itt civil oldalon, meg társadalmi összefogás, szolidáris mozgalmak, stb. Ilyen csoportokkal vagyunk kapcsolatban, meg ezeken keresztül próbáljuk megnézni azt, hogy hogyan lehet alternatívákat találni azokra az súlyos válságokra és kihívásokra, amiket ez a rendszer is okoz, meg ezek is persze örökségek, de hogy ezen a rendszeren keresztül is közvetítve vannak a társadalom tagjai felé. Tehát igazából itt mi nekünk meg így önmagában, hogy a NER sem érdekes, tehát mondom, mi nem foglalkozunk így ilyen direktbe politikával, mi akkor már inkább azzal a társadalmi válsággal foglalkozunk, amiben élünk, és hát hadd utaljak megint vissza erre a 2010-re, tehát nem véletlenül ekkor jött össze ez a csoport, tehát ez egy nagyon mély válságperiódus volt Magyarországon. Devizahiteles válság, világgazdasági válság, munkanélküliség, ugye összeroppant az a korábbi politikai rendszer, liberális szociáldemokrata rendszer, amiben nagyjából a rendszerváltás követő másfél évtized nagyobbik részében élt a magyar társadalom, tehát azt mondanám, egy kicsit egy ilyen morális kiábrándulás is érzékelhető volt, tehát minden irányból a válságot lehetett látni, és ezért jöttünk mi is össze, hogy hát erre valamit mondani kell, tehát hogy ez mert nem lehet elmenni, mert erről szól az életünk, az emberek többségének az élete, és hogy ezt nem értjük meg, hogy mi az oka ennek a válságnak, akkor nem fogunk kiutat találni. A nemzeti együttműködés rendszere is leírható így ilyen válságként? Hát abszolút, abszolút. Tehát igazából nem véletlen 2010-ben került két harmados hatalom, tetszert erre a hatalomra a kormányzó koalíció, aztán ezt a NER-t létrehozta, de igen, tehát hogy ez az ebből a válságból született, bizonyos szempontból ez ilyen első ránézés, és azt mondhatjuk, hogy nem lett volna az a mély összeroppanás, válság, akkor nem is jött volna ki ez a rendszer, se belül, ez egy abszolút válság termék. És bizonyos szempontból a számos gazdaságpolitikai, én főleg gazdaságpolitikával foglalkozom, az egy válság kezelésként értelmezhető. Most ez, hogy válságkezelés, ugye ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy megoldás a válságra, mert itt egyébként olyan típusú válságról van szó, ami nem, megint csak nem belső, meg országon belüli, hanem sokkal nagyobb, tehát világgazdasági, meg világrendszer strukturális válságáról van szó, tehát nyilván egy-egy ország, vagy egy-egy kormányzat ezt is tudja kezelni. Azt tudja csinálni, hogy újraosztja a lapokat, újra szervezi a társadalmi viszonyokat, és eldönti azt, hogy ki cipeli ennek a válságnak a költségeit, és ki azok esetleg hasznot húz belőle.
ezt tudja csinálni egy férjes állam, és ebben egyébként a NER nagyon hatékony. Tehát ez látszik, hogy ezt mondjuk így idézőben nagyon ügyesen csinálja, nagyon ügyesen szelektálja ki a maga nyerteseit, és a költségeket is úgy tudja szórni, mint a társadalom többségére, hogy a szervezetlen marad, vagy valamilyen típusú politikai vákumba kerül, most hát fogalmazzak így, majd belemeltünk részletébe, vagy konkrétumai, vagy ez mit jelent, de a lényeg, hogy nagyon erősen, bizonyos szempontból nagyon agresszívan újraosztja a lapokat. A félperifériás helyzet megváltoztatásához mi szükséges? Mert ezek szerint Magyarország önmagától ebből a folyamatból nem tud kilábalni. Az Európai Unió jelenthet egy ilyen kilábalást Magyarországnak? Hát nem. Tehát az nagyon úgy látszik, hogy ez most nem az Európai Unión fog múlni, sőt, bizonyos szempontból valóban a rendszerváltás után Magyarország betagozódott ebbe a félperifériás függőségbe, vagy Európán belül bizonyos szempontból azt mondjuk, hogy a perifériára, és ez nagyjából az unión belüli hierarchiát is így kijelöli. Tehát megjegyezem, az Európai Unió is egy válságtermék, tehát ez nem egy ilyen csodaként szállt a földre, hanem eleve a világháború utáni intézményeket megalapították, az ugye bizonyos szempontból a háborús krízisből született, de amit ma Európai Uniónak hívunk, ez nem egy annyira régi dolog, ez a 90-es évekre formálódott ki nagyjából ebbe a formába. A legfontosabb gazdasági intézményrendszerek, mint a közös jegybank, a közös fizetőeszköz, a közös gazdasági kormányzás, az 90-es évek végére, 2000-es évek elejére állt össze, és az maga is, végülis azt lehet mondani, hogy visszanyúlik így az ilyen 70-es, 80-as évek válságára, tehát nagyjából arra a nyugat-európai elit, a nyugat-európai vállalatok, nagyon nagy rész német járműipari vállalatok befolyásolása alatt, vagy annak a érdekeiben alakították ki ezt a közös piaci rendszert, ezt értjük ma a Európai Uniónak, tehát ez is egy bizonyos szempontból egy válságból jött, és számos válságát éli azóta is, mint tudjuk. Tehát ez nem az a rendszer, amin belül értelmezhetőek ilyen alternatívák igazából. Hát nézze, kétféle választható erre, és itt mi az egyik válasz mondjuk, a másikat, inkább azt mondom, hogy a másikat kritizáljuk, ugye van ez a felzárkózás paradigma, ez megjelenik számos verzióba, bal oldalon, jobb oldalon, liberális oldalon, ugye végülis mindenki azt hirdeti, tehát ez egy politikai ideológia. Megint, hogyha mi osztjuk újra a lapokat, és úgy osztjuk újra, hogy szeretnénk, ezt nagyon jól és hatékonyan tesszük, akkor Magyarország, és a nemzet egésze, az felzárkózik, és majd olyan színvonalon él, mint Ausztria. Ugye ezt nem mondtam ezzel semmi újat, valaki kinyitja a, nem tudom, sajtót, ezt napi szinten elmondják. Tehát ez a felzárkózás paradigma. Ez ugye eddig mondjuk így, hogy nem jött be, illetve ha valaki ezt így megnézi, itt egy kicsit ilyen tudományos eszközökkel, vagy akkor kikre hivatkoznak, milyen típusú felzárkózásokat ismerünk így a szélesebben vett gazdaságtörténetből, akkor rögtön azt fog látszani, hogy ezek azért nem annyira szép sztorik. Tehát mondjuk a távol-keleti kis tigrisekre szoktak hivatkozni, ott mind nagyon véres, ilyen iparosító katonai diktatúrák zárkóztak föl, és ez azt jelentette, hogy egy ilyen tőkés oligarha elit jött létre, és hát ilyen nagyon véres törvényekkel, hogy mondjam, szabályozták a társadalmukat, az ipari munkásság nagyobb részét, mint most Dél-Koreáról gondolok. Tehát bele lehet ebbe menni, de mégis mi úgy látjuk, hogy ezt egy ideológiaként érdemes kezelni, és önmagában a kapitalizmusból, ez a tőkés világrendszeren belüli felzárkózást kell így megnézni, hogy ez mit takar, hogy ez mit jelöl, mit jelenthet, meg milyen feltételei voltak más országok esetében, hogy egyáltalán így iparosítani tudtak, mint Dél-Korea. És hát ebből az derül ki, hogy ez nem úgy néz ki, tehát ez nem fog bekövetkezni, de abban a formában, amiben esetleg bekövetkezhetne, az nem jó, tehát az nem felzárkózás, hanem az egy... Védes.
az emberek többsége számára elnyomorodást fog jelenteni, egy szűk elit számára fog Ausztriát jelenteni. És akkor végül is, hát a mi álláspontunk az az, hogy hát szóval egy kritikát fogalmazunk meg ebbe az irányba, tehát végül is a kapitalizmusnak, főleg ebben a jelenlegi korszakában, erről szívesen beszélek majd egy kicsit később, ha jut rá időnk, hogy milyen korszakában is élünk a kapitalizmusnak, tehát ugye ez nem egy ilyen általános absztrakciót a fejünk felett lebeg a kapitalizmus, hanem ennek ez egy történeti viszonyrendszer, és ez állandóan változik, és egy meghatározott korszakában élünk ma is. Ez egy nagyon mély válságkorszak, tehát nagyon dinamikus átalakulás zajlik a világrendszer egészében. És tipikusan egy ilyen leszálló ágban, vagy egy ilyen átalakulásban, amiben most vagyunk, ott még kisebb esélye van ennek, mint egy, mondjuk itt ugye egy konszolidáltabb állapotban. Tehát ez most itt én kimerem jelenteni, hogy itt most az, amit így mondanak, hogy majd felzárkózunk, 5, 10, 15, 20 éven belül Ausztriához, ez nem fog bekövetkezni, erre nem is érdemes várni, és azt kell megnézni, hogy ki mondja, miért mondja, és mit ért alatta, és az valójában mit fog okozni, amit ez alatt ért. Tehát nagyon röviden, a mi álláspontunk szerint itt társadalmi alternatívákat kell keresni, egy másfajt, nem a kapitalizmuson belül kell erre az ígéretre, mint valami gumicsontra ráharapni, hogy na, mikor leszünk már Ausztria, már erre várunk 20 év óta, hanem azt kell kigondolni, hogy hogyan tudjuk az emberek hétköznapi válságát megoldani, vagy mit lehet csinálni, milyen típusú társadalmi viszonyra van szükségünk ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel egyetlen lehessen valamit kezdeni. Ennek semmi köze a felzárkózáshoz, semmi köze Ausztriához, hanem például nem egy versengő, egymásra taposó, nem tudom, munkaerőpiaci, önkizsákmányoló munkát kell keresnünk, hanem valamilyen mondjuk ilyen kollektívabb formában érdemes elgondolni vállalkozásokat, családi viszonyokat, háztartásokat, és akkor például számos tagunk, én ebben személy szerint kevésbé vagyok benne, de mondjuk ilyen szövetkezeti mozgalomépítésben nagyon aktív most Magyarországon. Kedves Gellős Tamás, műsorunknak a végéhez érkeztünk, azonban mindenképpen szeretném, ha röviden megfogalmazná nekem azt, hogy mi az önök célja. Jól fogalmazom, hogy a kapitalizmus meghaladása? Hát ez így nagyon nagy ívűen hangzik, tehát ennyiben azért még mi is földhöz ragadottabb emberek vagyunk, hogy ez nem tűztük így az zászlónkra, mert ez ebbe a formába, hát nem is biztos, hogy értelmezhető, tehát nem szándékozunk világforradalmat kirobbantani például, mindenkit megnyugtathatok. Amennyiben azt értjük alatta, hogy igen, ilyen helyben apróbb, kicsi alternatívákat keressünk a társadalmi válságunkra, ami meghaladja a kapitalizmusnak az olyan alapvető intézményeit, mint például a magántulajdon, vagy a nukleáris család berendezkedése, vagy a munkaerő piac, ilyen rabszolga munka, önkizsákmányolás, erőszakos morális viszonyok, amik között élünk. Tehát, hogyha ezekkel szembe tudunk itt és most értelmezhető, az emberek számára hasznos és mindenféle egyéb ilyen értelmiségi tudás nélkül is értelmezhető és hasznos megoldásokat, apró megoldásokat találni és mutatni a saját életünk példáján, vagy valamilyen elméleti hagyományra hivatkozva, akkor hát ez nem is feltétlenül jelenti a kapitalizmus meghaladását, de azt hiszem, hogy egy jó társadalmi hatást fogunk tudni elérni, és abban bízunk, hogy ezek összeadódnak, tehát a kapitalizmus, mint említettem, nem egy ilyen monolit struktúra, az ilyen viszonyokból épül fel, tehát ezt alulról kell kezdeni átszervezni, és ilyen értemben úgymond a válság az lehetőséget is nyújt, mert az adott társadalmi berendezkedés már nem tudja biztosítani a feltételeket a túléléshez, akkor új feltételeket kell keresni, és hogyha elég nagy a válság, és elég sok ember keres új alternatív feltételeket ahhoz, hogy te túléljen, akkor meg fog változni a rendszer. Kedves Gerős Tamás, köszönöm, hogy eljött az olvasókörbe, és önnel megkezdhettük a helyzet műhelynek és a munkatársainak a bemutatását. További eredményes munkát kívánok ezekhez a célokhoz, amit az előbb összegzett nekünk. Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, választanak minket a jövő héten is. Viszontlátásra!